tekinthetjük úgy, hogy a felkészülési időszak végén vagytok, és ez a bizalomkupa egy kitűnő lehetőség arra, hogy megfigyeld részben a saját korosztályodat, a junior tamánynak vezetője, edzője vagy, figyeld az ifjúságiakat, és hát természetesen az újpestieket is, ahol dolgozol. Menjünk szépen sorban, juniorok, kötelező vagy nem kötelező részt venni ezen a versenyen? Ezen a versenyen gyakorlatilag nem kötelező részt venni, de nagyon is ajánlott. Tehát mi kiajánlottuk a kluboknak, hogy az idei korosztályos nagy világversenyek előtt, ugye először lesz az Európa-bajnokság, amit mi rendezünk meg Magyarország és Keszhelyen, minél több olyan mérkőzése legyen a korosztályos versenyeken, a potenciális első számú versenyzők legalább 20 mérkőzés számmal rendelkezenek. Ez mindent megteszünk. A szövetség, a vezetőség, illetve a klubok vezetői is minél több versenyen szerepeltetik a gyermekeik. Ez már nem az első, van egy küzdőnapunk nekünk az EB előtt. Ötször meg kell mutatniuk a válogatott versenyzőknek saját magukat, a tudásukat, a technikájukat, illetve hogy milyen taktikával rendelkeznek. Az ifjúságiak is Európa-bajnokság előtt állnak. Hol lesz, és ők hol tartanak a felkészülésben? Hát az ifik kicsit később kezdenek, augusztusban lesz nekik egy nagy világverseny Jerevánban, az Európa-bajnokság. Tulajdonképpen az ifik itt most tollasodhatnak, de nagyon sok tábor lesz előtte, nagyon sok megmérettetés lesz még előtte. Az biztos, hogy ezen a mérkőzésen sem fognak unatkozni, meg mi sem unatkozunk majd. Sajátságos lebonyolítása van a bizalomkupának, ugye 4 fordulós, majd augusztus végén lesz Cegléden a döntő, részben a csapatokat is értékelik, de a versenyzőket is értékelik. Pontosan milyen lebonyolítás rendje? Tulajdonképpen most változott meg a lebonyolítás rendje, mert eddig egyéni győzteseket is hirdettek, most már csak csapatversenyeket hirdetünk. Ez a verseny annyira kinőtte magát, olyan sok ember, itt is most 100 ember jelent meg, és a következő fordulóban biztos, hogy még többen lesznek, és azért egynapos fordulót lebonyolítani ennyi korosztálynak, minden korosztály képviseli magát, láttunk hölgyeket is, nagyon nehéz és nagyon hosszú, és a bíróknak is nagyon fárasztó. Igazságos eredményekre tart mindenki igényt, igazságos ítéletekre, vannak itt tanulóbírók is, akik tanulnak ezen a versenyen, nagyon nagy felelősség ez a mai nap. De jobban rálátsz a mai utánpótlás ökölvívásra. Milyen helyzetben vagyunk? Tehát 2, 4, 6, 8 év múlva mire számíthatunk? Lesz-e olyan gárda, aki esetleg leváltja majd a mostaniakat, vagy erősíti a mostaniakat? Egy biztos, hogy vannak példaképek, és ez a szerencség nekünk, utánpótlás edzőknek, hogy nevelési szándékkal mi tudunk hivatkozni azokra az elődökre, illetve a mostani korosztályos világversenyeken szereplő felnőtt versenyzőinkre, akik tényleg azt lehet mondani, hogy példaképek. Tudjuk nagyon jól, hogy több olimpiai bajnokunk van, de a mai felgyorsult világban rettenetesen nehéz most eredményt elérni. Most én úgy érzem, hogy egy olyan team állt össze a szövetségi szinten, illetve válogatott keret szinten, közösen dolgozunk, a klubedzőkkel fölveszük a kapcsolatot, lehet mondani nyugaton, hogy szinte tudományos alapon dolgozunk már, és ami nagyon lényeges, hogy a lelkükkel is foglalkozunk a gyerekeknek, az elméjükkel, tehát olyan táborokat rendezünk nekik, ahol nem csak edzenek, nem csak játék van, hanem komoly felelősségteljes tanulás, és szinte összekovácsoljuk őket. Az olimpiai eszmét szeretnénk belékültetni. Tehát akkor a jövőre nézve optimista vagy? Én nagyon optimista vagyok. Különösen akkor vagyok optimista, hogyha látom a srácokat, amikor jönnek be az edzésre, vagy a válogatott keretbe, amikor jönnek be és hozzák be a szülők őket. Mindenkinek tüzes a tekintete, és alig várják, hogy megmérettessenek, hogy ott legyenek a világversenyen.